Pedig átmegyünk akkor a kanapéra, vendégeink már itt vannak. Van itt már. Igen. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Krovatni Krisztán, színművész és Gárdos Éva filmrendező itt van, a Budapest Noirról fogunk beszélgetni. Én végigolvastam ennek az előzményét, és nekem például nagyon furcsa kíváncsi az, hogy... Kíváncsi téged, mik fogtak meg bennem, mert nekem is volt egy engem pont. Például ugye az, hogy elvállaltad a főszerepet, ez egy nagyon jó dolog, de hogy te ennyire kivontad magad előtte a színészetből, ez... Mi volt ennek az vagy oka? Inkább, hát vagy másik oldalára álltál át? Igen, én egy kicsit a másik oldalára álltam, én csináltam egy filmgyártó céget. Nekem az volt az alap, hogy én a kiszolgáltatottságtól meneküljek. De te mondjuk a színész lét az nagyon kiszolgáltatott lét, főleg egy színházban társulatos szóhoz tartozással. Ráadásul mi a Vígben nagyon sokat játszottunk, tehát ez azt jelenti, hogy olyan 31-33 előadás per hó, az nagyon sok. Tehát ez a családtól elveszi az időt, nagyon sokan szeretik azt, hogy a színház a családjuk, én nekem van egy családom, csak, hogy... és én azt szeretem. Csak hogy a nézők is megértsék, ez olyan, amikor te mondjuk színészkedsz, akkor te már figyeled a kollégákat, akár a rendezőket, producereket, gyártásvezetőket, mindenki másnak a munkáját, és te tudatosan építetted saját magad, és azt mondod, na akkor innentől kezdve felállok, átállok a másik oldalra, és megpróbálom akkor a színészeket én irányítani? Nem. Én nagyon sok hülyeséggel szeretek foglalkozni. Tehát nekem voltak fotókiállításaim, fotóztam, azt is nagyon komolyan vettem akkoriban, zenéket szereztem, zeneszerzőként volt, a Víg Színházban volt bemutató, aminek én szereztem a zenéjét, de sok mindent szeretek csinálni. Most teniszoktató szakon végeztem a TFM pillanatnyilag legutóbb. De Krisztián, aztán jött egy telefon egyszer csak? Nem, hanem ez úgy volt, konkrétan erről, hogyha beszélünk, ezt nagyon röviden elmondom, annyi volt, hogy az Anatoly Vaszéjevit rendezett 8 évvel ezelőtt Magyarországon, a Törőcsik Marit, Kaposváron egy előadásban, és abban a Marika fia szerepére szeretett volna engem lehívni, és akkor nekem megszületett a fiam, és azon gondolkodtam, hogy én egy hónapot nem leszek itt Budapesten. Viszont engem a téma érdekelt, meg a Marika érdekelt, meg az egész, és akkoriban már a fejemben volt ez a dolog, és megkérdeztem, hogy mi lenne, hogyha a filmet csinálnék erről a dologról, hogy a Vaszijev itthon van, és a Marival dolgozik. És mondták, hogy akkor csináljak, mert ők örülnek neki. És összehoztam. És akkor ez volt az első dokumentumfilm, amit a cégem gyártott, és én amúgy is szeretek kamera mögött lenni, meg szeretek, miután fotóztam is, érdekel az egész világ, és akkor úgy megcsináltam ezt a céget. És aztán egyszer csak. És aztán egyszer csak jött ez a forgatókönyv, aminek nem lehetett ellenállni, és örültem, hogy az Éva meg úgy döntött, hogy én legyek. Éva, ti tudtátok, hogy a Krisztián ilyen visszavonuló fázisában van a színpadtól? Hát csak abban én nem gondoltam, hogy visszavonul, csak hogy mással foglalkozott. Az volt, hogy már találkoztam majdnem minden színésszel, aki ebben a kor szakban volt, és akkor már meséltem egy párszor, de még nem voltam biztos, hogy ki legyen igazán a Gordon, mert ez olyan érdekes, más fajta ember, és akkor találkoztunk vele a Nagymezőn, egy kávéházban, az Elemi Ragály és én, és a Ragály mondta nekem, tudod, ő egy szuper színész, és már régen nem játszott, és akkor így kezdett, hogy megismerkedtük egymást, és küldtük neki a forgatókönyve. Nagyon jó döntés volt, nagyon jó döntés, és nagy szerencse, ez a jó a moziba, amikor csinálsz egy filmet, hogy ilyen szerencsék is történnek. Aha. Azt olvashattuk, hogy ugye amikor elolvasta a könyvet, akkor döntötte, hogy ezt szeretné ugye filmre hozni, vagy megfilmesíteni. Mi volt az a belső érzés, vagy mi volt az a belső mondata mondjuk a könyvnek, vagy az üzenete, aminél megfogalmazott önben a konkrét döntés, hogy akkor ez mindenképpen film legyen? Hát én mindig vagy csak az üzenete, az a fajta kor Budapest korában, hát, ez a 30-as évekből kor? Hát szerintem az üzenet ebbe a regényben, vagy én úgy láttam, hogy van sok dolog, ami ezen a korba történik, ami most még a mai releváns. Releváns. Ha mondjuk egy fiatalabb generáció elmegy november 2-án és megnézi a filmet, akkor bele tudunk majd bújni azon szereplők bőrébe, vagy életérzésébe, amit mondjuk bemutat a film? Persze, mert mi most már voltunk vidéken, és olyan sok fiatal ott volt, és úgy tetszett nekik, és úgy szerették látni, hogy nézett ki Budapest, és az is, hogy értett
észrevették, hogy a világ igazán nem cserélt olyan sokat, és azok a kérdések a most is történnek, és nem is csak Magyarországban. Én ugye többen szerepel Kovács Adél dobókat, Angel Zsolt, vagy előbb láttuk Kulka Jánost is, akik ugye szereplői a filmnek. Mennyire volt könnyű, nehéz dolgozni, mennyire volt hosszú a forgatás? És szerintem egy nagyon jó casting. Az Éva nagyon alaposan végigcsinálta ezt, a szereplőválogatást valóban, tehát nem csak velem volt ez, hogy hosszú-hosszú körök voltak addig, amíg kialakult egy-egy szerep, vagy a szereposztás. Nekem 47 napon volt a film, én minden 47 napon ott voltam, és az volt az érdekes, hogy minden további szereplő 4-5 napra jött. Volt, aki csak egy napra. De hogy állandóan, folyamatosan találkoztam újabb emberekkel, akikkel már korábban dolgoztunk amúgy, vagy ismertük egymást. Te ebben a filmben. Én egy oknyomozó újságíró. Oknyomozó. És egy olyan bűnügy után nyomozol, ami aztán ilyen meglepő falak. Hát ahogy egy krimiben. Sok-sok szálon, sok fordulattal, persze. De amit az Éva is elmondott, hogy nagyon érdekes mindennek a háttere, tehát a történelmi háttere, meg a korháttere, tehát az a fajta szellemiség, amiben egy ilyen történet végigmegy, külön izgalmas, meg hát külön szálakat hoz magát. Motiváltabb voltál színészként most, hogy mondjuk ennyit kihagytál? Rápihentél. Ez egy fura dolog. Olyan szempontból voltam motiváltabb, hogy nekem igazából téttelen volt olyan szempontból a válogatás, hogy tulajdonképpen nekem van munkám sok. Tehát, hogy nem ezen múlik az életem. De viszont, amikor elolvastam a forgatókönyvet, olyan szempontból meg volt tétje, hogy én azt éreztem, hogy nagyon kevés ilyen forgatókönyv születik, és ez egy nagyon ritkaság, és ezt nagyon jó lenne megcsinálni. Mert hát Magyarországon amúgy is színészként nem átlagos, hogy egy ekkora szerepet kapunk, ahol egy nagyjátékfilmben az első pillanatok, ez az utolsóig, minden jelenetben ott van egy színész. Úgyhogy mindenféleképpen azt éreztem, ahogy elolvastam ezt a könyvet, hogy ezt én nyilván szeretném megcsinálni. Éva, egy utolsó kérdés, november 2-án, akkor bemutatják a mozik ezt a filmet, Budapest Noel, mindenki megnézheti, hogyan tovább lesz a következő, van-e már valami a fejben? Hát reméljük, most beszéltünk. Meg engem az érdekel, hogy ezt a filmet külföldre is viszitek-e? Hát igen, most már volt egy bemutató Chicago International Film Festival, nagy-nagy sikerje volt, akkor fogjuk mutatni Los Angeles-ba november 16-án, akkor még megyek Kanadába, ide-oda megy a film, és van egy pár kiadó, aki már kérdezett róla. Igen, de akarjuk igazán, hogy nagy sikerje legyen Magyarországon. Megnézzük november 2-án, nagyon szépen légy köszönjük, szíves, hogy itt voltak. Nézzétek meg. Sok sikert a filmhez, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük.